Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok, Erdőtelken vagyunk, és dr. Lengyel Gyula atyával beszélgetünk a papi hivatásról, illetve az életpályájáról. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetésre a meghívásunkat. Én is nagyon örülök, és köszöntöm a 60 online minden nézőjét, és téged, illetve a műszaki stábot. Köszönöm, hogy megtiszteltetek ezen a szép január elejé, igazi téli napos, de hidegfagyos napon. 2022-ben volt az az év, amikor megkapta a 40 éves papi hivatásért a kitüntetés címet. Mégsem ezzel kezdeném, hogy azt a 40 évet valahogy foglaljuk össze, hanem még korábbról, egy picit a családról, mert ha jól tudom, akkor református édesapa volt, és akkor innen hogy keletkezett az, hogy Gyula atya katolikus lett? Valóban vegyes házasságból születtem, ahogy mondjuk mi keresztény emberek. Édesapám református volt, az ő szülei is reformátusak, sőt, nagyapám, ő presbiter tag volt a miskolci református gyülekezetben. Édesanyám, ő ózdi lány volt, és mélyen katolikus családnak a sarja, kulánk család, amit én nagyon büszkén vállalok fel, sarja, és az angol kisasszonyoknál az ő bölcső kereszténysége csak tovább mélyült. Hivatásomban tulajdonképpen nagy fordulatot Pannonhalma adott. Amikor úgy 16-17 éves lettem, akkor addig olyan átlag langyos keresztényként tanultam, éltem ott, csodálatos volt az a ott töltött idő, Pannonhalmán, ahogy mi mondjuk kupacon, a hegyen, és akkor érződött bennem egy új igény, hogy kezdjem minden napomat szentmisével. És ahol a kollégiumunk volt, az épület, ugyanott működött egy nagyon szép modern, akkor az akkori, ugye ez 1970-71-ben vagyunk, nem most volt, de úgy él bennem, mint a tegnap lett volna, és ott működött egy nagyon szép modern kápolna, ahol a minket tanító atyák miséztek felváltva minden hétköznap. És egyszer csak jött bennem, nem tudom miért, emlékszem arra, igen, hogy egy keddi nap volt, hogy nekem reggel korábban fel kell kelnem, mert én szeretném a napot szentmisével kezdeni. Addig csak ugye vasárnap jártunk át az úgynevezett ünnepi konventmisékre, ami önmagában is nagyon, hogy így mondjam, megható volt, mert a elsősök álltak a misén fent a szentélybe, a másodiktól pedig a öregekig ültünk, legerülültek mindig ugye a fiatalok, és ahogy mentek az évek, harmadik, negyedik gimnazisták egyre hátrébb, és ettől a kettől kezdve nekem az életem valahogy egy sajátos irányt vett, úgy minden könnyebb lett. A jövőmet illetőleg mindig szerettem a művészetet, és nagyon szerettem az embereket. Tiszteltem az embert, éreztem azt, hogy valami olyan hivatást kell választanom, ahol az embert szolgálom. Erős volt bennem az igény például a jog, az igazság irányába. Erős volt az egészségügy, a gyógyszerészet irányába. A vért ugyanis nem bírom. Meglátom a vért, elájulok. És nagyon erős igényem volt a színház, a színészet irányába. De ott volt bennem ez a megfoghatatlannak tűnő, megmagyarázhatatlannak érzett belső késztetés, hogy én Isten kezét minden nap fogjam, sőt, ő tőle induljanak a napjaim. És akkor nem tudtam dönteni, mikor 18 évesen leérettségiztem, és tulajdonképpen egy kicsit úgy lesz, ami lesz alapon, de nem lelkesen jelentkeztem jogtudományra, és nem is volt kedvem nagyon. Isten humora, hogy a felvételin azt kérdezték tőlem, hogy
A boszorkány perekről mit tudok? Na nekem ez épp elég volt ez a jel, hogy ez egy boszorkányos út, a jog világa, mert ugye sokszor mondják, és egy kicsit humort is vigyek most a beszélgetésbe, hogy a legjobb ügyvédek azok, akiknek a legjobb barátai az ügyészek. De ezután egy év haladékot adtam magamnak, elmentem a társadalombiztosításhoz dolgozni, ez Miskolcon a Mindszenti templommal átellenben volt, ugye, ez a Szott székház, idősebbek még emlékeznek erre a mozaik szóra, szakszervezetek országos tanácsa, titkársága. És ez alatt viszont állandóan töprengtem, hogy színészet, gyógyszerészet, papság. Ekkor már megfogalmazódott konkrétan a papság? Mert először említi, hogy a papság, eddig még mindig csak a szentmise és a Isten. Féltem. Uh-huh. Tehát volt bennem egy félelem. Ugye egyke voltam, nincs testvérem, a család is elég kis létszámú, de itt főleg az, hogy végbírom-e csinálni család nélkül, mert mindig gyerekpárti voltam. Mindig elképzeltem, ha megnősülök, nekem legalább 5 gyerekem legyen. Tehát vonzott a nagy család, pont azért, mert édesanyám, amikor 1955-ben megszült, akkor óriási vajudásokkal császározva szült meg, nem lehetett neki több gyermek. Na most ez aztán bennem egy bűntudatot is okozott irányába, hogy én most az ő életében milyen fájdalmat okoztam, de ugyanakkor egy hiányérzetem is volt, tehát bennem a család a papsággal összemérve volt az a nagy kérdőjel, hogy kibírom-e család nélkül. És akkor emlékszem, egy nyári, olyan június végi, nagyon forró nap volt, és akkor úgy játszottam egy, ma már tudom azt, hogy ez egy nagyon is érett pszichiátriai játék, és spontán találtam ki, hogy leültem és elképzeltem magam 17 évvel öregebben, mint színész, mint gyógyszerész és mint pap. És vajon hol leszek a legboldogabb? És akkor az dobta ki a gondviselés, mondjak ilyen modernebb szavakat, hogy hát aki Istenbe bízik, az nem csalatkozik. És akkor hazamentem, közöltem szüleimmel. Az milyen volt a fogadtatás? Érdekes, édesapám jobban örült neki, mint édesanya. Édesapám elkezdett zokogni az örömtől, noha református, én meg katolikus lévén, katolikus papnak indulok el. Édesanyámban viszont láttam valami titokhordozást, amit aztán a papszentelésem délutánján tárt fel nekem. Tehát már amikor felszenteltek 1982. június 19-én, Miskolcon a Mindszenti templomban, épp a Szott székházzal szemben, ahol dolgoztam. És, bocsánat, ott az első misén volt, Egerben a bazilikában szentelt fel, ugye, Kádár László, nyugodjon egri érsek. És délután, mikor mindenki már hazament, lement az ebéd, a ünnepség, akkor félrehívott, hogy drága gyermekem, most már elmondom neked, mikor én várandós voltam, veled elmentem Gyóni Miskolcon a Minorita templomba, és mielőtt jöttem ki a gyónás végén, azt mondta nekem a gyóntató atya, hogy látom ön kismama. Imádkozzon azért, hogyha fiú, legyen pap, ha lány, legyen szerzetes nő. És ő ezt anyu nem mondta meg nekem. Nem akart befolyásolni. Erre szoktam mondani, hogy megint győzött az Isten. Legyőztél, uram, de jó, hogy legyőztél. És így döntöttem, és jelentkeztem az egri szemináriumba. Ezt akartam kérdezni, mi volt ekkor a következő lépés? Hogy jelentkeztem az egri szemináriumba, ez 1974 nyara. Részt vettem ugye a konkurzuson, voltunk 18-20, óriási szám volt, akkor még a szemináriumban 70-80 kispap volt. És rögtön bevittek katonának, augusztusba.
és lentibe vittek, lenti zajta, első lépcsős ezred, egy büntető zászlóaljba kerültünk, ami kispapok vagy ide vittek, vagy nagyatádra, ami ugyancsak első lépcsős ezred volt. Ennek az volt a célja, hogy az akkori párt úgy gondolkodott, hogy itt majd lemorzsolódunk. Hát itt valóban olyan gyerekek közé kerültem, hogy mindegyiknek priusza volt. Disszidálni akart, a lopás még az a legkisebb volt a hibák között, de mindnek volt már valamilyen büntetése. Egyedül ugye gyilkos nem volt köztünk azért, mert az hosszabb lélegzetű volt az elítélése. De örülök neki, hogy ott 19 évesen, 20-30 felé járó férfiak közé kerültem be. Hát elején rendesen meghajtottak, mint ugye Ficsúrt, hogy rohadt csuhás. Ahogy megérkeztünk, beöltöztünk, eleve mentünk a bakkancsér, hát egy használatot kaptam persze. Kérdezte, hogy hanyas lába van, kopasz. Mondom, 45-ös. Jó lesz magának a 44-es. Egy hét múlva már gyengélkedőn voltam, mert totál a lábam szétroncsolt ez a kis cipő. De mindig nevettem. Tehát mindennen úgy mosolyogtam, hogy hát ki kell bírni 2 év, meg jött felülről az erő. És aztán fogkefével vécét pucoltam, meg minden. De nagyon élveztem, most jól értsék a hallgatók, nézők, te is. Mert ilyenkor eszembe jutott a kereszt. És lényeg az, hogy a seregből én úgy jöttem el, hogy közben azért ott alkottam is, nem engedtem magam lehűlni. Megtanultam például a Gogol őrült naplóját kívülről, hogy agyilag ne hűljek. Szerveztem egy művészeti csoportot, amiben azért előadtunk olyan énekeket is, hogy ha én rózsa volnék megzenésítve, vagy miért hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa illés, versek is, sőt, egy darabot is színre vittem, és akkor felfigyelt rám a ottani Dunántúli hattes művészi vezetősége, és akkor a színművészeti főiskolás katonákkal betettek közéjük, mint kispapot, és jártuk az országot, az nagyon jó, egy hónap volt egy busszal, felkerestük a különböző laktanyákat, és ők adták a műsort, én meg a konferáló voltam. És hát ott kerültem össze sok ma már korosztálybeli híresebb színésszel, többek között Moravec Leventével, aki nagyszerű rendező is lett, és itt Egerben is nem egyszer találkoztunk a darabjai kapcsán. Lényeg az, hogy amikor leszereltem, izmosodtam lelkileg. Fizikailag is, emlékszem, mikor nagy nehezen hazajöttem a szabadságra egyszer, és kapuba csengettem, Miskolctapolcán laktak a szüleim, anya jött ki, és nem ismert meg messziről. Szóval ki ez a válas férfi? Mert azért ott súlyzóztunk meg, tehát képeztem magam épp testben, épp lélek. Utána leszereltünk 76-ba, mi 2 évet voltunk napra, órára 2 évet, tehát nem a többiekkel vonultunk, nem a többiekkel szereltünk, mi voltunk a csuhások. És akkor 76 őszén kezdtem a teológiai tanulmányaimat, Egerbe töltöttem el gyönyörű 4 fél évet, és 3. évre felküldtek Budapestre, a mai Pázmány Katolikus Egyetem jogelődjéhez a központi szemináriumba, amely a jogtudományi kar mögött, az Eötvös Loránd utcán működik. Ugye ott volt velünk szemben a HB söröző, oda jártak Ebedli Zoli, aztán ugye Törőcsik Andris nyugodjon, nyilasi jobb focisták, és hát mindig lestük. Én legalábbis nagy foci fan vagyok, és nagy Fradi kedvelő, hobbim, megmondom őszintén. Na lényeg az, hogy ott gyönyörű éveket töltöttem, és 1982. júniusában szentelt fel Kádár érsek úr.
Ha már a sportnál tartunk, ugye a labdarúgásnál, Igen. mint sportos, az mindig ilyen felkészülésnél, nem tudom, ugye a teológiánál, illetve a papi hivatásban, illetve a felkészülésénél, megfordult-e az Gyula atya fejébe, hogy nekem ebből elegem van, és feladom, és inkább nem akarom. Volt-e Hogyne, ilyen? hogyne, És miért? volt. Beszéljünk őszintén, az ember azzal, hogy felveszi a reverendát a beöltözés első év végén, azzal nem kilép, nem kivetkőzik az emberségéből, hanem megpróbál beleöltözni Jézusba. De az áteredő bűn, az emberi természet ott motoszkál az emberben, és főleg amikor az ember kiment kimenőkre, és látott egy házas pár, tolták a gyerekkocsit, akkor volt úgy, hogy nagyon mélyen megérintett, és ilyenkor bizony voltak olyan napok is, hogy tudatosan nem mentem ki, főleg Budapesten volt ez, ahol egy kicsit szabadabb volt a időnkkel való gazdálkodás, hogy mint egy kimondom, kísértésnek éreztem, hogy ne is lássam. Tehát ez az önkontroll, meg az önuralom. És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy hát Jézus elvégre nem ismeri ezt a szót, hogy kell. Itt jött vissza bennem az, hogy nem kell papnak lenned, te választod ezt, még Jézusnak a mondata ekkor már ott élt nagyon is a szívemben, mint kispap, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Nekem a keresztem mindig is ez volt, a család hiánya. Mondom, még egyszer visszautalok itt az egykességemre. De ezekből valami csodálatos módon, és ilyenkor mindig lementem a kápolnába is Pesten, illetve fölmentem, ott fölfele volt a kápolnánk, egy nagyon szép kápolna van a központi szemináriumban, és akkor ott úgy uram, mondtam, vedd el tőlem azt, ami neked nem kedves, és ami engem hátráltat, és vagy töltsd be azzal, ami fontos, vagy egyszerűen rád bízom magam. És akkor úgy sodródtam jó értelembe. Nem is sodródtam, talán így mondom, hogy emelkedtem az Isten felé. Ez most nehogy nagy képűségnek érez a néző vagy bárki. Ez egy tudatos önlegyőzési folyamat. Ugyanakkor öntisztulás is. Hiszen minden megvívott harc, mondjam egy csodálatos világbajnoknak, ugye, minden megvívott harc az ember tisztítja is. És rá kellett jönnöm, hogy nekem ez az a véső, meg ez az a kalapács, ami az emberi, a papi természetemen minden nap próbál változtatni. Közben az is ott volt ugyanakkor bennem, hogy lubickoltam a teológia világában. Nagyon szerettem mindig a filozófiát, a teológiát, erkölcs teológiát, alapvető hittant, egyháztörténelmet. A lélektan az pedig hát mai napig számomra a pszichológia, a pszichiátria, egyszerűen. Az más kérdés, hogyha mondanád, hogy egy szöget verek be a falba, hát talán a tizedik egyenes embere verődne a falba. Mindegyik hivatásnak megvan a maga szakembere, tehát... Schuster, maradj! Így van. Így van. És boldogan 82-ben is megpróbáltan álltam oda a szentelési oltár elé, és az egy megdöbbentő érzés volt, mikor le kell hasalnunk a bazilikába, és teljesen a földre borulva ez az önátadás. Amikor érzed azt, hogy innen már nincs visszaút, amikor az Isten téged lefoglal, fogsz elkövetni bűnt, mert elesel. Jézus háromszor esett el a keresztúton. Azóta is alapvető gondolatom, hogy ennek mi az üzenete, hogy az ember nem attól keresztény, hogy nem esik el, hanem hogyha elesik, fel tud állni. De az irányt, a Krisztus követést, azt tovább végzi, tovább megy, sőt,
megint erre a szóra utalok vissza, hogy megerősödik. Ahogy egy lelkiíró nagyon szellemesen fogalmazta, hogyha eltörik bennünk például egy csont, kéz, bárhol, többet az már, ha összefort, nem fog eltörni ugyanott. Tehát érezzük, hogy mit is jelent a megküzdött hivatás. Amire figyeltem mindig, hogy ne aludjon ki bennem a flow. Sokszor szoktam mondani magamnak, hogy hát uram, tulajdonképpen én egy nagy mázlista vagyok, mert életemben soha nem dolgoztam. Mindig azt csináltam, amit szeretek. És hát ez a 41 év most már, ugye június 20-án az első Szentmisém Miskolcon, 19-én szentelésem Egerben, 41 éves lesz idén, ha Isten engedi megérni. Erről szól, hogy jól érezzem magam a bőrömbe, megtaláljam a helyem. Mindig azt csináljam, amilyen talentum bennem van. Itt megint csak az előbbire visszatér, hogy Schuster maradja kaptafánál. Szüleim nagyon aranyosak voltak, mert annak idején, mint vendéglátósok, kereskedők, beállítottak engem 14-15 évesen a pult mögé. Teljes kudarc. Tehát itt jött be az, hogy elképzeltem magam 17 év múlva, és úgy érzem, a jó Isten jól navigált le az életemet. Amikor megkapta a 40 éves hát ez csak egy ünnep volt. Egy ünnepen, de olyankor az ember számot szokott vetni, amikor van egy ilyen kerek évforduló. Így van. És ennek a 4 évtizednek borzasztó nehezet kérdezek, tudom. Vannak-e olyan emlékezetes, magas latai, illetve mély pontjai, amit így nagyon élesen el lehet választani, és ami így megmaradt? Hát a mély pontjaim, hogy eleinte nem volt bennem sok alázat. Büszke voltam. Hú, emlékszem jól, 48 éves koromig vertem a mellem, hogy én nem vagyok beteg, egy-két náthán kívül én mag egészséges vagyok, és valóban az Isten a tenyerén hordoz. Viszont arra emlékszem, hogy épp Miskolc minorita templomba hívtak meg, lehettem úgy 4 vagy 5 éves pap, még akkor káplán, és egy lelki gyakorlatot tart, csak egy 3 napos húsvétra. Hát ez úgy 88-89 körül, igen. És akkor a lelki gyakorlaton mondtam a híveknek, hogy kiteszek egy dobozt, és a 3 este a beszédeimhez fűzzenek kérdést nyugodtan. Az első estén tettem ezt ki, és akkor én persze név nélkül írjanak rá kérdéseket, vagy észrevételeket, és igyekszem reflektálni a esti lelki gyakorlatos beszédekbe. És akkor egyik papíron az állt, hogy jó úton jár az atya, csak nincs önben elég alázat. És ez akkor úgy melbeütött. Először rosszul esett. Igen, hát hogyne, hát egy, ugye az a bizonyos önérzet. Ego, ugye, mondjuk ki. És ugyanakkor, mint egy kis egér rákod belülről, nem hagyott nyugodni. De az igazi isteni jel, és itt térek vissza a dicsekvésemről, hogy én nem vagyok beteg, amikor elkezdtem bottal járni. 9 állomás helyen működtem, összesen papi életemben, és kb. Egy 8-9 évet voltam káplán. És a káplánságom után a egyik korai állomás helyemen észrevettem azt, hogy nagyon erős reumatikus betegséget örököltem anyai ágon, és hát ez olyan fájdalmat okozott, mint kiderült csípő protézisre volt szükségem, alig múltam 50 éves, hogy bottal jártam temetni. Én a nagy egészséges pacák, ugye? Hát ez aztán leforrázott, és na ott aztán tudtam azt, hogy uram, megint csak rászedtél, de jó, hogy rászedtél.
elkezdtem járni a Golgotára föl. És akkor jöttek sorba jobb csípőprotézis, bal csípőprotézis műtét, utána kérem szépen prostatarákom lett, utána bőrrákom lett, kaptam a prostata műtét során egy COPD-s betegséget, az egy maradandó tüdőkárosodás, magyarán, hogy egy lélegzetvétellel én kb. 60% levegőt veszek fel szemben veletek. Ez a hangomon ott szoktam le mérni esténként vagy délután, hogy el is halkul a hangom már, most is egyébként már talán érződik egy kicsit. Lényeg az, hogy 69%-ban lerokkantizáltak engem polgárilag. De azt mondták, hogy amíg erőm van, csináljam. Én magam, ahogy illik érsek úrnak, Ternyák érsek úrnak 2013-ban, akkor nagyon halál közeli állapotba kerültem. Pontosan a COPD-m kapcsán kaptam egy nagyon-nagyon komoly tüdőgyulladást. Úgyhogy közel 200 napig voltam kórházban. És én akkor úgy majdnem feladtam. És akkor felhívott az érsek úr, hogy Gyuszi, igenis nem fogadom el a kérelmedet, csináld tovább. Majd felgyógyulsz, addig helyettest biztosítunk a helyeden. Akkor már Egerbe voltam, édesanyám volt velem. És bizony az a 200 nap volt, aztán ami életemnek egyik legaranybetűsebb napjai lettek, amikor egy 8 ágyas korteremben szinte nem volt olyan nap, hogy valaki ne exitáljon, ne halljon meg. Nem volt olyan nap, hogy valaki ne szenvedjen, és akkor az imádság ő érte, vagy a vigasztalás. Rengetegen akkor is ugye már kétségbe estek, és akkor kérték, hogy hát ha maga pap, akkor kérje már az Istenét, hogy segítsen engem is a többi. Tehát nagyon izgalmasan teltek azok a 200, közel 200 napok. Újra meg kellett tanulnom járni. Majdnem azt mondtam, hogy munkával teltek a kórházi napok, igen, de ugye említettel, hogy Urat, hogy ez igen, nem volt munka, igen. De igen, tehát mai napig járok fel 6 hetente a Kégoly utcába, egy bizonyos csodálatos szert kapok. Ez nem úgynevezett sugár, nem is kemó, hanem ez egy immunterápia, infúziót kapok, egy csodaszert. És most a 35. lesz majd január végén éppen. És na ott ugyanezt tapasztalom, hogy bejönnek a nővérek is, elmondják a gondjukat, bajukat, egy-két beteg. Tehát csodálatos a jó Isten. Egy olyan világba kerültem át, amit 40-valahány évesen nemhogy álmodni nem mertem, hanem úgy kimondom, el sem képzeltem. Azt mondtam, hogy velem ilyen nem lesz. A másik ilyen, még ha idő engedi egy röviden, mikor papszentelés volt, azt kértem az Istentől, hogy Uram, én nagyon szeretem a teológiát, szeretem a lélektant, de ne kelljen építkeznem. Mit tesz a gondviselés? Minden állomás helyemen, ahol aztán plebánosként működtem, ez végkísért. Vagy új templomot építettem, Istennek hála, Sajóecsegen volt, ahol tatarozás, teljes felújítás, plebánia felújítás. Azt hiszem, összeadom, akkor 7 nagy beruházás volt. Megint csak az volt, hogy na várjál, ez a gyenge pontod, te kicsi leszel, képtelennek érzed magad, majd én dolgozom általad, csak bízd rám magadat. Tehát az Istennek van egy nagyon érdekes pedagógiája, hogyha őszintén bevalljuk a gyöngeségünket, akkor ő arra fog ráépíteni, hogy az erő a gyöngeségben, az erőtlenségben. De hát Szent Pálnál ott van a Bibliában, hogy Isten azt választotta ki, akik a világ szemében ügyetlenek, ügyefogyottak, hogy megszégyenítse azokat, akik erősnek és nagyon ügyesnek, rátermetnek látszanak.
2024-ben mennyire nehéz ez a hivatás? Nagyon jó a kérdés. A világ beteg. Nem a társadalom beteg, nem a kormányok, nem a vezetők betegek, az ember. Óriási melbe vágás volt számomra néhány hetennek, hogy amikor most ugye január 1-ére a béke világnapjára mindig az őszentség a pápa kiad egy levelet, akkor ebben a levelében Ferenc pápa a MI, ugye a mesterséges vagy MI, a mesterséges intelligencia békétlenségéről elmélkedett végig. Vagy visszautalok, hogy értse a tisztelt néző, Einstein annak idején tett egy nagyon érdekes gondolatot, megpróbálom idézni, hogy a világ nem a tudománytól fog elpusztulni, eltorzulni, hanem a szív eltűnésétől, eltorzulásától, ugyanis a tudomány gyorsabban fog fejlődni, mint az ember lelki ismerete. Azt hiszem érthető, hogy közelítek a kérdésedre. Ma az emberek dönteni nem szeretnek. Ugyanis maga a döntés egy hitvallás. Döntök például amellett, hogy kivel akarok élni. Az egy nagyon komoly egzisztenciális döntés, hitvallás. Bízok benne, egy élet rábízom az életem. Ha nem jön be, akkor pedig van módon változtatni, vagy nincs. Sokan nem mernek dönteni. Ugyanígy a munkahelyek. Nézzük meg a mai Z generációt. Elvégez egy ilyen diplomát, utána nem helyezkedik el. Még egyet elvégez, még egyet. Nagy, lassan már 45 éves, de még mindig tanul. Csak ne kelljen elköteleződnie valahol, mert hát a mama hotel, meg az apa hotel működik. Kényelmes. És ebben ez a szörnyű, hogy elrepülnek az évek, évtizedek. Vagy az, hogy ma, ugye, ez a divatos szóval, a DINK, hogy, jól ejtem? Igen. Hogy dupla fizetés, és igen, no kids, a négy angol szónak a mozaik szava. Dupla fizetés, no kids, nem kell a gyerek. Egyre több fiataltól hallom, hogy dehogy is, mi utazunk. Összeáll két fiatal, megesküdnek. Eszükben nincs a gyerekáldás. Majd. Tehát voltak épp itt a válaszom a kérdésre, mi pedig lelkipásztorok vagyunk. De én lelket a másikba nem tudok teremteni, mert benne van. Újra éleszteni próbálom. Újra éleszteni, meg csak az lehet, aki közel enged magához. Hiába tanítanál te engem ökölvívásra, én azt mondom, hogy Károly, ne haragudj, engem ez sose érdekelt. Akkor mondanád, Gyula atya, nagyon tiszteljük egymást, Isten áldjon. Tehát miért van kevés papi hivatás? Mert az emberek félnek. Félnek attól, hogy hát egyáltalán van Isten. Ha meg Isten van, az nálam nagyobb. Na de nálam lehet valaki nagyobb. Ma az ember önmagát imádja, és ezért boldogtalan. És mi meg katolikus Krisztus hívők, ugye mondjuk is, hogy Krisztus követők vagyunk. Vagyis mindig Jézus megy elől, nem én, hanem én csak utána megyek. Ha őt elvesztem szem elől, akkor meg megállok, hogy hoppá, ez zsákutc, és akkor visszatérek. Ez talán kimerítő a kérdésedre. Megértettük. Ezért kell sokat imádkozunk, meg nagyon nagy a felelősségünk. Temetéseken. Nagyon sok ember csak temetésen lát papot. Esküvőn. A prédikációkra készülni, mert ott nem buta bárányok bégetnek a padban.
hogy mutatom be a liturgiát, a plebániám mennyire igényes, nyitott-e mindenki előtt. Nagyon összetett a dolog, és hát legháttérében az ima, meg az eucharisztia, az oltári szentség. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta és megosztotta velünk. Én még néhány évtizedig, sok évtizedig kívánom, hogy ilyen elhivatottan legyen lelki pásztor. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek áldott, szép, békés évet kívánok. Köszönjük. Neked megköszönöm, hogy meglátogattad. Mi is köszönjük szépen. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!